Mondanám, hogy kabaré ez az egész kormányrendelet, ha egyébként nem lennének nagyon súlyos következményei a környezetünkre, és így az emberi egészségre nézve is. Ugye már elhangzott itt a televízióban röviden, ugye, hogy ez arról szól, hogy ha van egy üzem, ami szennyez, valamilyen környezeti problémát, vagy akár a munkavállalói egészségére nézve okoz valamilyen problémát, akkor egy hatósági szerződésben mostantól elég lesz, hogyha megígéri, hogy majd ezt a tevékenységet abba hagyja, és addig szankciót sem lehet ellene alkalmazni. Ezt mondjuk a tévénézők elképzel, hogyha nem tudom, milyen betöréses lopást végez valaki mondjuk egy üzletben, akkor majd megígéri, hogy hát majd egy év múlva valahogy helyrehozza, de addig is nyugodtan betörhet tovább. Tehát, hogy ez teljesen életszerűtlen és abszurd, és sajnos ugye látjuk, hogy ezek az akkumulátorgyárakban sorozatosak a különböző szabályszegések, tehát van is erre példa, de nyilván nem csak akkumulátorgyárak, más üzemekben is lehet ez kockázat, és ugye ahogyan elhangzott, azt mondják a szájukkal ezek a nagyszerű kormányzati kommunikátorok, hogy de hát ez csak a Dunaferre, meg de hát ez csak a kohászati üzemekre vonatkozik, csak ez írásban nem látszik. És ugye a jogszabály az az, ami le van írva, nem amit a kormányinfón elmondanak, az nem jogszabály.